Szép estét kívánok! Köszöntöm nézőinket az esztendő első Agrárinfó műsorában. Boldog új évet kívánok mindnyájuknak, nézőinknek, agrárgazdáknak itt a megyében és szerte Magyarországon mindenütt. Vendégem László Tibor, tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Mint tudjuk, november 3-án volt az agrárkamarai választás, és ezt követően pedig december 20-án az a küldőgyűlés, ahol új elnökséget választott, régi új elnökséget választott a kamara. Gratulálok önnek, hiszen az elmúlt esztendők után ismét a bizalmi elven működik, ezt tudjuk jól, alelnökké választották. Köszönöm szépen, bár annyi megjegyzést mindenképpen kell tennem, hogy aki úgy hiszi, hogy ez csak egy mandátum meghosszabbítás volt, és semmi különösebb, akkor azt kell mondanom, hogy ő tévedésben van, hiszen komoly tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések előzték meg pont a 17 választási szövetségessel a legkülönfélébb beosztásokat és pozíciókat, úgyhogy azt követően került sor arra, hogy a jelenlegi elnökségnek egy része, illetve egészen pontosabban az ügyvezetés változatlan felállással fogja tudni vinni a későbbiekben is az agrárkamara azon dolgait, amit nem tartozik még az elnökségi hatáskörbe az alapszabály tekintetébe. Én magam szerint nagyon megtisztelőnek érzem azt a bizalmat, amit kaptam az elkövetkező időre is, és mindenképpen élni kívánok azzal a felhatalmazással, ami ezáltal nekem megadatott a gazdák érdekébe. Nem kevésbé volt fontos az a külsőség sem, és idézőjelbe teszem, hiszen a parlament felsőházi termébe volt maga a választás és a rendezvény megtartva, tehát az országos küldöttgyűlés, és hát annál felemelőbb érzés azért nincs, mint mikor az ember az ország házába gyakorlatilag a múltat, jelent és jövőt is összevetve egy ilyen környezetbe kap megbízást az elkövetkező időszakra, és ezért mondtam, hogy ezzel a mandátummal élni kell, és élni is kívánok. Nem feledhetjük, hogy ugye a választásokon november 3-án a MAGOSZ, illetve a 17 társult szervezete mind a 19 megyében nyert, úgyhogy Jakab István, amikor úgy fogalmazott a MAGOSZ elnökeként, hogy ez egy remek eredmény, hát nyilvánvaló, hogy az. Györfi Balázs lett egyébként az új elnök, az új régi elnök. Viszont Orbán Viktor miniszterelnök is megtisztelte a kamarai küldöttgyűlést, és a következőt mondta, nem lesz előkertje Magyarország egyetlen más országnak sem, és hozzátette, magyar tulajdonban lévő termőföld nélkül Magyarországnak nem lenne saját jövője. Azt hiszem, hogy az abszolút pozitív megerősítés egyrészt az önök által eddig elvégzett munkának és a jövőre nézve is. Ez teljes mértékben így igaz, hiszen ha egy kicsit a múltba tekintünk, akkor a 15., 16., 17., tehát akár a török hódoltság és azt követő időszakban is a magyarságot, a magyar nyelvet a magyar vidék őrizte meg. Azok a falvak, azok a földművesek, mindegy, hogy éppen jobbágyok voltak, vagy már szabad emberek, akik megőrizték a múltjukat, és tovább tudták hozni a magyarságukat a jelenkorig. Tehát ilyen értelemben a magyar föld az meghatározója nem csak a múltunknak, hanem a jövőnknek is. És miniszterelnök úr nagyon szép szavakkal fejezte ki ezt az előkertet, amikor úgy fogalmazott, hogy magyar föld, magyar tulajdonba kell, hogy legyen, és igenis, mi nem kívánunk azoknak az országoknak az útjára lépni, ahol az adott ország földterületeinek hát negyede, néhol már majd a fele külföldi tulajdonban van, és az ott vidéken élő emberek csak nézik, hogy a külföldi tulajdonos hogyan végzi a
ország földjén a munkálatokat, amit ő maguk is el tudnak végezni, és hogy miniszterelnök úr is fogalmazott, hát megkeseredetten inkább elmennek vendégmunkásnak paradicsomot szedni más európai tagállamba, mert bizony a saját területükön, a saját hazájukba nem jut nekik földterület. Ezt Magyarország semmiképpen nem kívánja követni, és miniszterelnök úr biztosított is mindenkit, hogy amíg ő vezeti ezt az országot, addig erre nem fog sor kerülni. Ebbe az Agrárgazdasági Kamara egyértelműen szövetségese a kormányzatnak. Nem kívánjuk idegen kézbe juttatni a magyar földet. Nyilvánvaló, hogy vannak európai jogszabályok, amiket betartunk, a tőke szabad áramlása tekintetében is. Ez nem azt jelenti, hogy Európai Uniós országból származó külföldi nem birtokolhat Magyarországon földet, de a föld alapvetően magyar tulajdonba kell, és magyar gazdák tulajdonába kell, hogy maradjon. Ez így van rendjén, és ezt szolgálja a kormány elmúlt hét esztendőben hozott intézkedései is, hiszen egy új agrártámogatási rendszert vezettek be, ennek része a vidékfejlesztési program. Mielőtt a jövőről beszélnénk, az ejtsünk erről is néhány gondolatot szeretnék öntől hallani, hiszen ez alapjaiban megváltoztatta az elmúlt időszak, tehát úgy értem, hogy az elmúlt 7 évvel ezelőtti időszak rendjét, trendjét. Igen, de mindenképpen még egy mondatot az előző témához azért mindenképp hozzáfűznék, ami azt mutatja, hogy az elmúlt időszakban több Európai Uniós tagállam is foglalkozott a föld kérdéssel, és az Unióba is elismerik az országoknak a jogát a saját földterülethez. Természetesen ilyen érdekes módon azért hozzáteszik a tőke szabad áramlásának a biztosítását, de bizony egyre erősödnek az Unión belül is azok a gondolatok, hogy adott ország földterületét az adott országban levők, az ottani állampolgárok hasznosítsák. Igen, visszatérve a másik gondolatmenetre, az elmúlt időszakban nagy változás volt az agrárgazdasági támogatásokban, tehát mintegy 600 nagyobb vállalkozás, közepes és nagyobb vállalkozás adta ki a 2010-et megelőzően közel 80%-át a támogatásoknak ők vették föl, és hát a többi maradt, nagyjából a 20 a megmaradó kis és közepes gazdaságoknak. Ez a trend egyértelműen megváltozott, hiszen egyrészt ugye a különféle megoldásokkal, árverezésekkel a állami földeknek a gazdákhoz juttatásával nagy mértékben változtak a föld tulajdonbeli megoszlások is. Hát ugye a földet a gazdáknak a program keretében közel 30 ezer ember jutott földterülethez, és ez egyértelműsítette azt is, hogy ezt követően, és ugye ebbe az időszakban a kormányzat kimondta, hogy a támogatások mindegy 80%-a az a kis-közepes gazdaságokhoz kell, hogy kerüljön, és a támogatások fennmaradó 20%-a kerülhet azoknak a nagyobb gazdaságokhoz, amely pályázatokra, ha az a VP támogatás, tehát vidékfejlesztési program keretében levő támogatás, úgymond mindenki pályázhat. Ezt az elmúlt időszakban az adott minisztérium teljes mértékben meg tudta valósítani, és a pályázatok megoszlása, statisztikai megoszlása ezt az arányt mutatja. Amellett azért meg kell említenem, hogy az 1300 milliárdos vidékfejlesztési programbeli támogatásoknak gyakorlatilag a kétharmada már fixen vagy kifizetésre, vagy pedig egy kötelezettségvállalással elfogadásra került, és az elkövetkező évekre ugye a 1300 milliárd marad fent, ami
hát még rendelkezésre áll a kiírások alapján a gazdák számára, amit hát a különféle honlapokon meg tudnak tekinteni, hogy milyen szabad erőforrások vannak még a gazdaságok fejlesztése tekintetében. Még egy rövid gondolatsor az elmúlt 7 évről, 2010 és 2017 között jelentősen nőtt a mezőgazdasági kibocsátás, az export, illetve hát a minőség is értelem szerint, mert a külkereskedelmi többlet csak nem 70%-kal nőtt. Azt hiszem, hogy ez kiváló eredmény, ha ismeri valaki a mezőgazdasági mutatókat. Hát ez nagyon kiváló eredmény, és mindig azt szoktam mondani, hogy lehet sok mindent mondani a statisztikára, és a statisztika a számokra, de a matematika ezen ágát azért nem lehet hosszú távon meghazudtolni. Tehát az a tény, hogy a külkereskedelem, a mezőgazdasági külkereskedelem egyharmaddal nőtt az elmúlt időszakban, és ezen belül is a export aktívum az 30%-kal. Tehát ez azért nagyon fontos kérdéskör. Tehát a mezőgazdaságnak a export termékekbe betöltött szerepe messze túlmutat a GDP arányos százalékán, tehát mivel 30% fölött van egyharmada a mezőgazdasági termékek az exporton belül, és ez növekedett 30%-kal az elmúlt időszakban, az azért olyan fontos szám, ami mellett nem lehet elmenni. Lehet, hogy bizonyos médiumok esetleg nem veszik tudomásul, nem foglalkoznak vele, de ha igen, akkor egyértelműek, csak elkerülni és kikerülni lehet ezek a beszédes számokat. Tulajdonképpen, hogy nehogy az a vád érjen bennünket, hogy hazabeszélünk, de nyilvánvaló, hogy megdicsérhetjük az agrárgazdákat a minőség javulásáért is. Azt hiszem, hogy ezt minden vásárló polgár így gondolja, tetten érhető ez a törekvés, és ez a törekvés bevált. Remek a minőség, de hogyan lehet tovább nőni? Tovább lehet tovább fejleszteni, hogyan lehet ezt a minőséget először is megőrizni, hiszen mindig van újabb és újabb ötlet a tarsolyban. Kizárólagosan a tudástranszferrel, tehát azzal a meglévő, akár nemzetközi, akár hazai tapasztalatokkal, ami akár az oktatási intézményekben van, akár a gyakorló gazdáknál van. Én pontosan látom, hiszen az elmúlt időszakban sajtkészítő gazdákat volt szerencséje az Agrárgazdasági Kamarának támogatni őket, hogy Franciaországban egy tanfolyamon, tanulmányúton vehessenek részt, és elsajátítsák az ottani kiváló és nemzetközileg is elismert francia sajtok kézműves készítési módjait, és láttam azokat az arcokat, akik hazajöttek, és tapasztalattal felvértezve a saját üzemükbe is elkezdenek minőségibb terméket előállítani. Ezzel nem állítom azt, hogy eddig a magyar kézműves termékek csapnivalóak lettek volna. Nem, hiszen ezekre évek, évtizedek óta várt már a magyar vásárlóközönség, hogy újból érezhesse akár a húsipari termékek vonatkozásába, akár más élelmiszer feldolgozott termékek tekintetében azt az ízvilágot, amit mi megszoktunk. De ha csak a nyersanyagra térek oda, én még emlékszem a 90-es évek első felére, amikor a holland egyen paradicsom volt a halvány piros színével, inkább rózsaszínes színével a egyedülű kapható árucikk az áruházakba, és azt mondtuk, hogy hát ez tragédia, ez borzasztó, hát a paradicsomnak nem ilyen íze van. Hát a paradicsom az egy finom, illatos, és nagyon-nagyon-nagyon finom növény, de ugyanezt mondhatjuk a eperről, szamócáról, tehát a földi eperről, amikor az ízetlen, hatalmas földi eprek még ma is időnként azért megjelennek a piacon, össze nem hasonlítható minőségileg a Magyarországon termettel.
Nos, akkor megérkeztünk a mába, hiszen ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül, hogy elindult egy folyamat, amely az élelmiszerek áfa csökkentését szolgálja, most éppenséggel tegnaptól a halálfája csökkent 27%-ról 5%-ra. Üdvözöljük ezt a döntést természetesen a többivel együtt. Miként folytatódhat ez a rend? Ez a trend a kormányzattal történt együttműködési megállapodás alapján tovább folytatódhat és folytatódik oly formába, ahogy ez a megbeszélések alapján gyakorlatilag megköttetett oly módon, hogy az elkövetkező időben, ahogy a kormányzati pénzügyi helyzet, tehát az államháztartási helyzet stabilizálódik, és úgy néz ki, hogy erre komoly esély van. Ennek a függvényébe kerül sor a továbbra is az különféle állattenyésztési és élelmiszeripari termékek áfájának a csökkentésére. Tehát ezt követi majd a marha, hús, halmos már ugye bent van, és más olyan állatféleségeknek, állatoknak a húsai, amelyik már kisebb volumenben vannak jelen a magyar piacon, de mindenképpen fontos részei a magyar kulinális konyhának, és azoknak az áfa csökkentése nem csak a húsrészek, hanem a kiegészítő termékek vonatkozásában is igen, meg fog történni, nem tovább különféle kertészeti termékek vonatkozásába, hiszen a versenyképességet ez nagy mértékben befolyásolja, és mint ahogy látjuk, az EKR rendszer mellett a gazdaság fehérítésének egyik legfontosabb eszköze. Tehát a kormányzattal együttműködve, a kormányzat elfogadva az Agrárgazdasági Kamara ilyen jellegű felvetéseit, amiben a kamara soha nem is volt más véleményen, mint hogy tovább kell csökkenteni a lehetőségek függvényébe a áfatartalmat minden mezőgazdasági termékek vonatkozásába, ez a végső és legfontosabb cél. Igen, tehát a tőkehús, a friss tej, a baromfi, a hal, igen, a tojás, gabona, kenyér, ez nyilvánvaló, hogy ez fontos dolog. No, akkor most jön a jövő. Azt hiszem a jövő legfontosabb feladata, ahogy Jakab István, a MAGOSZ elnöke is fogalmazott, de nagyon sok mindenki ugyanezt mondja, a termésbiztonság javítása, növelése, illetve megtartása. A termésbiztonságot két nagyon fontos módon tudjuk valamilyen módon stabilizálni, bár mivel nem üvegházi körülmények között termel a növénytermesztés, hanem ugye Jóisten szentege alatt kell az időjárási változások mellett és a igen erőteljes változásai mellett megtenni a termés mennyiség stabilizálását. Egyik fontos eleme a jégelhárítórendszernek a beüzemelése, mert a készülése az most folyamatosan folyik, és a jövő év tavaszán, májusában ez működni is fog. Nem a jövő év, bocsánat, itt ugye még 2018, tehát az idei 18. esztendőről beszélünk van, az idei esztendőben már működni fog, és bizony a gazdák, és nem csak a gazdák, hanem minden városlakó érezni és érzékelni fogja, hogy a jégkár mérséklő rendszer működése kapcsán nem fognak hát pingponglabda nagyságú és ennél nagyobb jegek esni, tönkretéve épületeket, tetőzeteket, autókat, és hát természetesen a mezőgazdasági terméket. A másik legfontosabb kérdéskör a víz. Igen, hiszen ez kézenfogva jár a vízgazdálkodási rendszer, illetve a jégkár elhárítás, a termésbiztonsággal természetesen. Így igaz, tehát a másik nagyon fontos eleme a víz, aminek kettős lehetősége van. Egyrészt pont a tudástranszfer alapján minden gazdának magának is meg kell tenni, minden technológiai, a lehetőségi függvényébe mindenféle olyan technológiát be kell vezetni, ami a vízmegőrzést jelzi és célozza meg, a másik pedig az öntözés. Az öntözésben nem tudunk eltekinteni a
állami szerepvállalástól, az állami segítségtől, ettől nem is óckodik a kormányzat. Következésképpen az elkövetkező időben nagyon komoly beruházások fognak indulni, és vannak tervezve a tekintetbe, hogy az öntözés, mint a termésbiztonságot nagymértékben növelő lehetőség mind szélesebb körbe alkalmazásra kerüljön. Gyümölcstermesztés korszerűsítése szintén szóba került, és azt hiszem, hogy ez is rendkívül fontos, hiszen vannak olyan régiók az országban, ahol ez kiemelten fontos, és tényező a gyümölcstermesztés. A gyümölcstermesztés vonatkozásában óriási lehetőségeink vannak, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok ültetvény előregedett, tehát megért a cserére, és az lesz a legfontosabb, hogy ezeknek az ültetvényeknek az újratelepítése a lehető legkorszerűbb eszközökkel és technológiákkal történjen. Ha ez így lesz, és erre mindenképpen törekszik az Agrárgazdasági Kamara és a kertészeti osztály is egyértelműen ezen a véleményen van, akkor igenis egy megújult ültetvényhálózattal Magyarország a jelenlegi kertészeti és ezen belül a gyümölcstermelés tekintetében versenyképes tud maradni, sőt, mi több, hogy az ízvilág alapján pozíciókat tud szerezni. De nem nélkülözhetjük a magyar terméknek a minősítését, valamiféle védjeggyel való ellátását, akár földrajzi helyre való utalás, akár országra való utalás tekintetében, hisz mások Európa vonatkozásában is nagyon sokszor élnek azzal a lehetőséggel, hogy a megyüket, ami más országba termelődött meg, magyar megyként apostrofálják, ami hülyen bizonyítja azt, hogy a magyar megy ízvilága és keresettsége Európába és Németországba különösen magas. Ez elkerülhetetlen egyébként. Ugye még karácsony előtt beszélgettünk a Lévai Ferenccel, az Aranypont ZRT vezérigazgatójával arról, hogy igenis szükség van védjegyre. Magyar termék és védjegy, láttam az újat, remekül néz ki egyik oldalról, másik oldalról pedig, hogy nagyszerű, nem beszélni kell. Tehát ha én azt mondom, hogy ez magyar termék, de nem az, vagy elhiszik, vagy nem. De ez egyik oldalról felelősséget jelent, és ez nem csak a halra vonatkozik nyilván, hanem a tejre, a tejtermékre, a húsra, bármire, ami a boltokba kerül, és a vásárlók pedig szívesen nyilván a magyar terméket vásárolnák. És elnézést kérek az ellenőrzésre. Tehát nem az a probléma, hogyha mi előjük a termékeinket, ez nagyon fontos, ha valaki nem elítélhető módon bármely országba ezt a védjegyet kezdi el hamisan használni, hiszen ez a ruházati termékeknél is látjuk, hogy van ilyesmi, ezt fel kell fedezni, meg kell tenni a szükséges jogi és különösen sajtóbeli hírverést ennek, hogy igenis a fogyasztó értesüljön arról, hogy a védjegynek a felirata az csak egy dolog, hanem ennek a belső tartalmának és a minőségének a megőrzése, az pedig a kibocsátónak egyik legfontosabb feladata, tehát ha hosszú távon amellett a védjegy vagy márkajel mellett dönt, akkor ő mindig jó Magyarországon készült terméket fog kapni, és a megszokott minőségben részesül. Nos, ha összegezzük a mai beszélgetést, én azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy a meglevő erőforrásokat maximálisan ki kell használnunk, és akkor azt mondjuk, hogy ha nem is a Kánaán jön, még egyelőre, de akkor már kiderül, hogy továbbra is jó úton jár az agrárgazdaság. Ezért én azt gondolom, hogy ez teljes ember, teljes embereket kíván, de elérhető ez a cél rövid távon. Nagyon-nagyon sok munka van még előttünk. Nagyon fontos lépéseket tettünk meg az elmúlt időszakban ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Egyet viszont mindenképpen le kell szögezni. Ha nem fogjuk meg egymás kezét, ha nem tudunk
megfelelő szövetkezéseket létrehozni a termékek termelése vonatkozásában, akkor hátrányba kerülhetünk, nem is kicsibe, és nem nélkülözhetjük ezeknek a programoknak a végrehajtására, hiszen ezek hordereje anyagi értelemben is sokszorosa a tagdíjbevételnek, a mindenkori kormányzatnak a segítségét. Ebbe kell közösen helytállnunk, és ebbe kell megtalálni mindenkor a összmagyar társadalom érdekei mellett a magyar gazdáknak az érdekét, védelmét és az ő termelési körülményeiknek a fejlesztését. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, történjék így, nincs kétségem felőle, lesz dolguk bőven. Mi ebben a saját eszközeinkkel próbálunk segíteni, és természetesen erre buzdítjuk a vásárlókat is, a fogyasztói társadalom minden tagját, hogy segítsék az önök munkáját észrevételeikkel. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az esztendő első Agrárinfó című műsorát látták, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!